Az eddigi szereplést tekintve a házigazda volt a mérkőzés toronymagas esélyese, és a találkozón érvényesült is a papírforma. Az első negyedet 18-8-ra, a másodikat 29-19-re nyerte a Kossársuli, és a különbség a folytatásban is tovább nőtt. A harmadik 10 percben újabb 10 pontot, a negyedikben pedig 8-at tett hozzá előnyéhez Farkasinszky Gyuláné együttese, amely végül magabiztosan gyűjtötte be hetedik bajnoki győzelmét. Ezek a gyerekek azért utánpótlás mérkőzésen is azért gyakran találkoznak, tehát olyan nagy újdonságot senki nem tud a másiknak már mutatni, mert nap mindnap megküzdenek ezeken a mérkőzéseken. Ugye itt a kulcsjátékosaink, megmondom őszintén, nem is igazán tudtak erre a mérkőzésre fölpörülni, de látszik a teljesítményükön is, hogy azért, ami kellett, azt hozzátették, de mondom, tehát inkább az volt a célnek a mérkőzésnek, hogy itt azok az utánpótláskor gyerekek, akik egyik még nem játszottak, most játszhassanak, ugye hát így játszott a Simoncsik Petra, a Hidas Léka, az Erdei Niki, a Nagy Eszter, ugyanúgy a játékos lehetőséget kapott a Takácson, hogy ezek mind fiatal játékosok. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon jó mérkőzés volt, békében, barátságban telt a mérkőzés, úgy gondolom, hogy senkinek nem volt kérdés az a mérkőzés előtt, hogy ki lesz ennek a mérkőzésnek a győztese, eleve mondom, a szónak is így jött le. Hát szerintem jó mérkőzés volt. Az amatőr nemzeti bajnokság keleti csoportjának élén az MTK Budapest áll 6 győzelemmel, megelőzve a 7 sikerszámláló nyíregyházi Kossársulit. Az NK és a következő fordulóban az MTK otthonában lép pályára. Idegenben nem mi vagyunk ennek a mérkőzésnek az esélyesei, de ez nem jelenti azt, hogy nem kell mindent megpróbálnunk és a mérkőzést megnyerni. Sajnos ugye a Fegede Dóra a Kecskemét ellen bokasi ölés szenvedett, javulgat a lába, de én úgy gondolom, hogy még itt nem kell játszottunk, tehát fontosabbak a következő mérkőzéseink, tehát hogyha most még egyszer rásírulok, az azt jelenti, hogy esetleg heteket, hónapokat kell kihagynia, így meg úgy gondolom, hogy a hónap végére már egészséges lesz és bevethető. Gyakorlunk, de mindenféleképpen gyakorlunk az MTK ellen különböző védekezési támadási variációkat, aztán meglátjuk, hogy jövünk ki belőle. Bízunk benne, hogy azok a játékosok, akinek ezek a mérkőzések úgymond kicsit lazábbra vették, mert nem volt kihívás, hogy ez a mérkőzés kihívás lesz, aztán szárnyalni fognak ezen a mérkőzésen. Az MTK Budapest nyíregyházi Kossársuli mérkőzés vasárnap délután 16 órakor kezdődik.